Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Két varázslatos ifjú hölgy a mai vendégem, Barta Boglárka és Neifel Andrea, az Albarégia Táncegyüttes táncosai. Szervusztok! Szia! Örülök, hogy itt vagytok velem. Most folytatódik ez a műsor, mégpedig azért, mert 70 esztendős az Albarégia Táncegyüttes, az akkori Fejér megyei népi együttes pontosan 1949-ben alakult. És hogy ki mindenki járt itt, azért röviden elmondom a nézőinknek is. Itt volt Bogárdi Lajos bácsi, aki egyedül még képviseli azt a csapatot, akik megalakították. Aztán természetesen Botos József, Neifel Imre, Neifel György, a Tilinkó zenekar képviseletében. Aztán itt volt Hánka Kasöcsi, Neifelné Vas Éva, tehát legendás táncosok is, és természetesen Majoros Andor, Majoros Robi, illetve a későbbi zenekarokból Darányi Ági, aki a Galibát, illetve Juhász Zsófi, aki a Táncegyesületet és a Szettelettét képviselte. Most pedig eljött az az idő, hogy beszéljünk azokról a táncosokról, akik a jelent, illetve hát én azt gondolom már a jelent, illetve a jövőt is képviselik. Ehhez kell nekem, Agocs Gergely volt nemrégiben a fantasztikus felvidéki barátunk, a vendégem, és ő azt mondta, a magyar népzene hordoz annyi értéket és szépséget, hogy ma is megáll a saját lábán, és nem kell csak azért feldolgozásokat készíteni, hogy jobban eladható legyen. Akkor mielőtt arról beszélünk, hogy indult a ti pályátok, azt kérdezném, hogy egyetértetek-e ezzel a kitétellel? Természetesen. Teljes mértékben. Akkor jó. Mert hogy ennek tükrében fogjunk, hiszen az autentikus, hiteles magyar népzene és néptánc nagyon-nagyon fontos számunkra. Kezdjük az indítatással. Boglárka, hogy kezdődött nálad? Nekem édesanyám volt az a személy, aki mint példaképként körülbelül 30 éve néptáncol, és engem harmadikban iratott be először az Albarégiába, Majoros Andor csöröge csoportjába. Most ez a 9. évem, hogy táncolok, és közben már átkerültem Majoros Róbert és Majorosné Szabó Veronika csoportjában is, és ebben az évben volt, hogy felvételiztem a nagy együttesbe, és nagyon örömömre sikerült is. Mi is örülünk neked. Hát már butaság lenne, meg álszent dolog, ha megkérdezném, hogy kerültél közel a néptánchoz, Andrea, de azért az fontos, hogy amikor általános iskolás voltál, és elkezdtél általában foglalkozni zenével, tánccal, szinte bizonyos volt, hogy a népzene és a néptánc lesz a tiéd, hiszen a családi indítatás az adja magát nyilván. Hát persze, a családi indítatás az igen. Úgy volt, hogy én első osztályba kezdtem el táncolni még az iskolába, a Kodály Zoltán iskolába, és ott Molnár Gábor volt a tanárom. És néptáncoltam ott is, de aztán abba hagytam egy kis időre, és szártornáztam, mert azt hittem, hogy akkor az lesz az utam, de aztán rájöttem, hogy azért zene és tánc nélkül nem igazán van élet. Aztán ötödikbe beiratkoztam én az Albarégiába, a csöröge csoportba, de én a bandihoz már nem jártam, hanem a Robit kaptam meg a Verát először. Uh-huh. És azóta telt múlt az idő. Az általános iskolás évekről kell, hogy beszéljünk, mégpedig azért, mert akkor majd kiviláglik, hogy ez egy milyen folyamat. Mi volt az, ami megragadott bennetek a táncban? Hiszen gyermekfővel azért teljesen más, mint most már fiatal felnőttként. Hát szerintem elsősorban a közösség, meg a sok ének, meg persze a mozgás is egy olyan, ami zene, megragadott. Játék. Igen. Először úgy kezdtük, hogy játékokkal. Ritmus játékok, meg ilyenek. Azt észrevettétek, hogy már egy összetartó közösséget alkottak? Igen. Már nál se tudjuk képzelni ugye hetünket, hogy ne találkozzunk legalább háromszor. Igen, mert heti háromszor próbánk, fél héttől kilencig, hétfőn, szerdán és pénteken. De már nagy együttessel, és persze mindenki, minden barátunk ott van, aki táncol. Tehát barátságok szövődnek, szerelmek szövődnek, erről minden. Nem beszélünk viszont. Beszéljünk az első táncról, ami felejthetetlen. Az én kedvenc táncom a mezőségi, ezt imádom táncolni bármikor, úgyhogy nekem az az örök szerelem. Andrea? Hát én, amikor ide kerültem, nekem az első táncom az egy hegyközi tánc volt, amit nagyon szerettem, de nyilván nekem is a magyar palackai a kedvenc tánc, amivel most be tudtuk mutatkozni az antológián szombat, vasárnap, február 23 és 24-én Békéscsabán, és nagyon nagy sikert arattunk vele szerintem. Igen, a fesztiválokról fogunk beszélgetni.
Az általános iskolás évek után egyáltalán nem lehetett kérdéses, hogy folytatjátok, gondolom én, hiszen akkor már közel volt a felnőtt együttes, a nagy együttes, ami azért egy vonzó célpont. De mi mindent kellett tenni azért, hogy beszéljünk pontosan ezért a próbákról. Mi mindent kellett tenni azért, hogy ez elérhető cél legyen? Nyilván maximálisan oda kellett tennünk magunkat, nem csak mondjuk egy bemelegítésnél, hanem úgy rendesen a próba folyamat alatt is, tehát hogy mindent rendesen magunk tőlünk, tehát legjobban kellett teljesíteni. Rendesen eljárni próbákra. Igen, tehát nem az, hogy kihagysz egyet-egyet, mert az most itt nem volt annyira mindegy, főleg az utolsó években, mert fontos volt mindenki számára, hogy felkerüljünk. Tehát ez egy komoly döntés, ha valaki elkötelezi magát. Nyilván a jövőt is befolyásolja bizonyos értelemben, hiszen én nagyon is jól tudom, hogy számtalan olyan vendégem volt itt is, aki például már felsőoktatási intézményt is úgy választott magának, hogy haza tudjon járni próbára. Úgyhogy van ilyen. Tehát a döntés fontos. Tehát nem az a kérdés, hogy szeretem-e vagy sem a táncot, hanem hogy szeretném-e úgymond magasabb szinten csinálni. Ez megfordult a fejetekben? Hát én úgy gondolom, hogy ha csináltuk már 8 évig, akkor szerettük volna, hogy legyen ennek egy végleges eredménye, és hogy magunkévá tudhassuk azt, hogy megérte. Ennyire tánc közben így. Az lehetsz, ami akarsz abban a pillanatban. Igaz ez a mondás? Ez teljesen igaz. Tehát a táncban minden a miénk. Miénk a csoport, miénk a hangulat, az ének, a zene, minden a miénk ott. És bárkik lehetünk. És úgy gondolom, hogy ott lehetünk igazán önmagunk. Igen. Tánc közben. Elfelejtünk minden gondot, és csak boldogok vagyunk, és élvezzük. Volt-e példaképetek? Olyan mentorotok, akikre szívesen emlékeznétek? Hát nekem még mostanáig Molnár Gábor az, akit így nagyon, nagyon szeretek, és felnézek rá, mert egyszerűen csodálatos, hogy táncol, csodálatos, hogy tanít, ahogy viszont a gyerekekhez, szerintem az nagyon szép. Nekem, hát édesanyám lesz a fő. Nyilván. Igen, de mindenki, aki a táncházban van, mindenkire tisztelettel felnézünk. A magyar népművészet általában is képszerű. Tehát ez arról árulkodik, hogy a hétköznapokat és az ünnepeket is meg lehet fogalmazni. A táncban is így van? Tudjuk, hogy igen, csak ti hogy élitek meg, hogy egy-egy történetet mesél ma már el a tánc, a koreográfia? Nyilván mesél a történeteket, például a bodrogközi koreográfia, van egy ilyen, ott például egy konkrét történetet mesél el. Igen, meg maga a magyar néptánc már önmagában szerintem annyira szép, és mindenkinek, mindenkit megragad, hogy nem feltétlen kell hozzá külön történet. No, tehát amikor középiskolások lettetek, nyilvánvaló, hogy egyik oldalról ott van, tehát tanulni kell nyilván. Persze. De mit gondolnak a társak rólatok? Ezt mindig érdeklődéssel teszem fel ezt a kérdést, mert a többség azt mondja, hogy büszke, tehát büszkék voltak rájuk, aztán megjelenik az irigység, hiszen ti sokat utaztok, és igazából csak az látszik a színpadon, hogy nagyon-nagyon szép ruhában egy koreográfiát táncoltok, mosolyogtok, pedig a mosoly mögött azért rengeteg munka van. No, tehát mit gondoltak a középiskolában erről? Hát nyilván volt, aki gáznak tartotta, vagy hát úgy alapból a néptáncot gáznak tartják. Igen, nagyon sokan így lenézik, meg hogy úristen, ez meg, nem is sport. Pedig én megmerem kockáztatni, hogy mozgunk annyit, mint mondjuk amennyit egy focista fut egy edzésen. Igen. Tehát nem ciki a néptánc nem, már. Nem, nagyon nem ciki. Fehérváron egyébként nem is lehet, azt most mondom. Tehát ez már a 70-es évek elején, amikor a táncház mozgalom elindult. Tényleg a táncház az mennyit segít szerintetek abban, hogy a köznapi ember is elfogadja a néptáncot és próbálja megtanulni? Nyilván a táncház egy közösségformáló hely, ahol nagyon sok emberrel meg tudunk ismerkedni. Újak is jönnek, olyanok is jönnek, akik nem tudnak táncolni, vagy esetleg olyanok, akik tudnak. És ez mindig szerintem nagyon pozitív, mert szoktunk így elárulni a táncházba, és akkor látjuk, hogy hányan jönnek be. És van ilyen gyerekjátszó az elején, akkor nagyon sok pici, apró kis gyermek jön, akik mind szeretik a táncot, és nagyon reméljük, hogy ők ebben majd felnőnek, és majd pótolnak minket, hogyha egyszer kihullunk belőle. Illetve rengeteg szülő törekszik arra, hogy a gyereke jöjjön el játszani a táncházba, és hogy egy ilyen jó közösségbe be tudjon illeszkedni, mint a Alba Régia közösség. Igen, a táncház az csoda volt mindig is. Kötetlen vagy kötött alakzatú táncokat szerettek? Kötetlen. Kötetlen? Inkább. Miért?
Hiszen páron nagyon sok múlik a kötöttségeken. Igen. Én tudom, hogy a régi tánc az leginkább a zseniális rögtönzés elve alapján működött, ma pedig már úgy van, hogy azért megvan az a koreográfia, ami történetet mesél. Tényleg, önmagában táncolni jó, vagy egy történettel kifejezni azt, ami adott esetben fontos az embernek? Igazából szerintem mind a kettő nagyon jó. Hogyha próbál mondjuk bemelegítésnél improvizálni kell egyet, az is nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó, mert mindenki másképp táncol, mindenki másképp forgatja meg a lányt, vagy éppen veti át a másik oldalra. Viszont mondjuk egy koreográfiában, amikor megvannak a sorok és kötöttem megvan minden, és azt már megtanultuk és teljesen jól tudjuk, az is érdekes, és azt is lehet élvezni. Az ad egy biztonságot azért. Igen. Vagy... Mit jelent egy táncos lánynak a biztonság? Bízhat a partnerébe például. Igen. És hogy tudtok partnert választani? Ezt a tánckarvezető teszi? Igen, ezt általában beosztják. És illeszkedik? Tehát most beszéljünk a partnerektől. Milyen a jó partner, a fiú partner? Olyan, aki nagyon jól vezet, de nyilván az is fontos, hogy milyen a személyisége, tehát nem az, hogy... És összhangban tudtok táncolni. Hogy nem az, hogy a lány mondjuk nem képes hozzá viszonyulni, tehát hogy most így húzatja magát, vagy magától megy. Nyilván az a lényeg, hogy a fiú vezessen, de az is, hogy együttműködjön. Tehát olyan nincs, hogy csak a fiú táncol, vagy csak a lány, mert az úgy nem fog működni, úgy nem lehet táncolni. Van önzés a táncban, a néptáncban? Valamelyest? Nyilván van. Tehát mindenki szerettek szépek lenni, jól öltözöttek, és így tovább, és így tovább. Igen. Tehát van azért benne. Persze, a táncházakban van olyan szokás, hogy amikor már a zenének a vége van, akkor beállunk egy kis körbe, és így a párok egyesével táncolnak a zenekar előtt, és akkor nyilván mindenki meg akarja mutatni, hogy ő milyen jó táncos, meg hogy ő mennyire szeret táncolni. Ő tud a legtovább táncolni. Igen, és hogy nem fárad el. Tehát az együttesben azért nyilván van egy hierarchia. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy éreztétek, amikor bekerültetek a nagy együttesbe, hogy immáron most elfogadtak benneteket? Ugye most kerültünk fel szeptemberbe, augusztusban volt ez a felvételi, és szeptemberbe kerültünk fel, és igazából decemberben volt egy avatásunk, és szerintem azután már mindannyian úgy éreztük, persze, hogy... Ott választhattunk keresztapát és keresztanyát, aki majd itt segít minket az együtteses lét folyamán, de akkor már szerintem mindenki elfogadott minket, tehát hogy ugyanúgy tekintett ránk, mint egy 5 éve ott táncoló tagra. Beszéljünk a fesztiválokról, hiszen ugye vannak minősítő fesztiválok értelemszerűen, de azért a siker fontos. Főleg egy olyan csapatnál, ahol már megvan az alapja, hiszen mindenki sikeres volt. Sikeres voltak a tánckarvezetők, sikeres volt mindenki, a művészeti vezető a saját korában. Volt aranygyöngye, aranysarkantyúja, díjhegyek mindenképpen, és ehhez fel kell nőni. Tehát azért bizonyos értelemben a felelősség is ott van rajtatok. Ezt átérzitek? Persze, igen. Milyen elvárás van magatokkal szemben? Tehát mit szeretnétek megfogalmazni? Ha itt most nem a közeljövőről beszélek, hanem úgy általában oda kell tenni magatokat nyilván minden próbán, ez az alapja a történetnek. Ezt fizikailag bírni kell, oda kell figyelni a koreográfiára, a tánckarvezetőre, a művészeti vezetőre, tehát ez nagyon komplex dolog. De ezt hogy tudjátok megélni? Először nagyon nyíltnak és rugalmasnak kell lenni bármilyen feladat ellenénk, tehát akármekkora az akadály, ezt teljesíteni kell. Akkor is a fárasztó. Igen. Ki kell fesztivál jönni. Élményekről kérdezlek benneteket. A Királynapok mindig egy nagyon várt fesztivál egész évben, és imádunk ott lenni, együtt lehetünk, ameddig csak szeretnénk. Nyárban találkozhatunk nemzetközileg más csoportokkal. Szóval imádjuk. És milyenek a turnék? Hát még így nagyon turnén nem voltunk, igaz, csak most kerültünk fel. Ja, igen, tényleg. De az együttes volt Mexikóban, volt Kínában, meg Bulgáriában is volt. És ugye most minden igaz, akkor Finnországból is eljuthatnak majd októberbe, vagy esetleg már mi is, hogyha nagyon jól teljesítünk, igen, és nagyon reméljük, hogy mehetünk. Már tártkorokkal vár benneteket, szinte biztos vagyok benne. Igen, őket. No, én úgy készültem, hogy felfedeztem egy kérdéssort. Én kimondok egy kijelentést, és mondjatok rá igent, ha igen gondoltok, vagy éppenséggel nemet. Ha néptáncos vagy, így kezdődik, ezt már nem ismétlem meg. Nem szereted, ha azt mondják, hogy népi tánc? Hát nem szeretem, mert ilyen szó nincsen. Tudod, mi az a villámöltözés? Persze.
És tényleg mi az? Hát amikor mondjuk kettő, és itt van egy előadás, és az egymást követő kettő számba táncolsz, akkor nagyon gyorsan viseletet kell cserélni. És gyorsan ki kell szadni a folyosóra, és átöltözni. Nem furcsa, ha egyben van a fiú-lány öltöző? Egyáltalán nem. Mert az intimitás az ilyen értelemben az nagyon is bensőséges nyilván. Persze, de hát hogyha nincs más lehetőség, általában külön vannak az öltözők, de hát nyilván vannak olyan helyek, ahol nincs erre lehetőség. Alap, hogy fejből tudsz 50 népdalt. Ez így van? Hát, ez simán lehetséges. Körülbelül? Igen. Gondolkodni kéne rajta, hogyha most el kéne elkelni 50-et hirtelen. Szereted a szólót. Ennyi önzés belefér, ugye? Igen. Bele. Hogy ne. Betegen a táz gyógyít. Igen. Természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy nem valljátok meg, ha betegek vagytok, hanem továbbra is táncoltok. Igen. Mert valóban gyógyít. Vagy például nem megyünk el iskolába, viszont próbára, igen. Ismered a Erdély hegyeit? Ez egy gyönyörű kérdés. Még nem ismeritek, de meg fogjátok ismerni. Reméljük. Nem szánalmas számodra a tájszólás? Egyáltalán nem. Sőt, szép. Tudod mi az, hogy csújogatni és imádod? Hát igen. Persze. Nem meglepő a fesztiválon a csúszás? Egyáltalán nem. Nekem sem egyébként, pedig most már idestova jó, rengeteg, nem is mondom meg, hogy hány évtizede járok fesztiválra, még soha nem volt pontos, de nem is kell, hiszen nem az a varázsa a táncnak, igaz? Itt királynapokkor, hát annyi nemzet van itt, tehát görögök, kínaiak, japánok, bárhonnan jönnek, ők nekik nem az a... Nincsenek hozzászokva ahhoz. Nincs hozzá, hogy sietessenek, az nincsenek hozzászokva. Szereted pendely, harisnya, karaktercipő, kalár és szalag? Persze, nélkülözhetetlen. Melyik a legjobb ebből? Karaktercipő. Milyen az? Hát tulajdonképpen olyan, mint egy rendes cipő, ami bőrből van. A lányoknak van egy kisebb sarka, és van belőle kötős, csatolós, van belőle kis bakancs is, és nagyon kényelmes. Minden közös. Igen. Ez azt jelenti, hogy a siker és a kudarc is közös, nyilvánvaló. Minden. Mert ennél fontosabb nincs, én azt mondom, egy közösségben valóban, akik csapatot alkotnak, fiatalok, fiúk és lányok együtt, néptáncosok, akkor tényleg valóban legyen közös. Fontál már extrém helyen, extrém körülmények között hajat? Hát persze, előfordult. Ez hogy alakul ilyenkor? Hát például, hogyha mondjuk busszal megyünk valahova, és egy X időre készen kell lenni, akkor a lányok a buszon fonnak hajat és sminkelnek, akkor úgy néz ki, hogy mindenki előcsapja a szalagosát, a sminket, meg a hallgumikat, fésült hajlakot, és így mindenki így ül egymás mögött, és akkor fonja a másiknak a haját, amilyen gyorsan halálkába. Csak lehet. Igen. Táncosok között nincs olyan, hogy ciki. Szerintem nincsen. Hogyha össze van szokva a társaság, akkor nincsen, és régóta ismerjük egymást. Kivéve, ha valaki lusta és felkészületlen. Ezt hát akkor én mondom. Maximum kínos. Akkor kínos, de akkor se vetjük meg őt, csak kicsit furcsáljuk, hogy miért is. A próbán mindig szoknyában vagy. Igen. Ez fontos egyébként? Igen. Tehát az, hogy nőies legyen ugyanolyan, mint a színpadon, tehát ugyanolyannak kell lennie a próba körülmények között is? Hát ott próbaszoknyában vagyunk, nem egy ilyen viseletben, hanem csak egy próbaszoknyában, egy próbafelsőben, kisnadrágban. Azért szoktunk főpróbákon már viseletbe próbálni, igen, ruhás próbát, hogy... A zenekar mindig a barátod, ez az utolsó kérdésem. Ez azért fontos, mert hogy ugye nagyon is jól tudjuk, hogy ha elindulunk a Mákvirágtól, és a Mákvirágból ugye Knejfel Imre, Knejfel Gyuri, Brückler Tamásék létrehozták a Tilinkót, aztán sok-sok változás után most ugye már nincs a Tilinkó az együttes környékén, de utána jött a Galiba, a Darányi Ágiék és a Szettevette a Juhász Zsófiékkal. Az egy olyan, mint a testvér, ugye? Igen. Milyen viszonya van a néptáncosnak a zenekarhoz? Fontos-e, hogy ki játszik, mit játszik és hogyan teszi azt? Nyilván fontos a kapcsolat a zenekar és a táncosok között. Az nyilván fontos, hogy tisztán játszon. Az mindegy, hogy ki játszik, csak az, hogy jóba legyünk velük, és megyünk oda menni hozzék, és kérni mondjuk egy magyar palackait, vagy kalotaszegi táncokat, hogy tudjunk táncolni olyan jókat is, ne csak egy ilyen kis... És meg kell szoknunk nekik is, tehát nekünk, amit ők játszanak, illetve hogyha ők felhúzzák a tempót, vagy ha a táncosok gyorsabban táncolnak, követni akkor kell a másikat. Nekik is követni kell. No,
Akkor beszéljünk arról, erről a 70 évről. Ugye most áprilisban a Táncvilágnapján lesz egy fantasztikus este. Általában szerintetek miként gondoltok arra, hogy mit hozhat a saját jövőtök? Milyen terveitek vannak? Nekem az egy tervem, hogy az együttesben maradjak és sokáig táncolhassak itt. De szerintem Boginak is ez egy ilyen álom vagy terv. De nyilván, hogyha főiskolára kerülünk, még akkor is próbálnak úgy igazítani a dolgokat, hogy ideérjünk próbára. A heti 3 alkalommal nem is, de 2-ször minimum. Így van, szükség van rátok. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és azt gondolom, hogy fogunk találkozni még számtalanszor, és bízom benne, hogy annál is inkább, hiszen tiétek a jövő, hogy ez olyan lesz, ez a, olyan veretes, csodálatos, mint az elmúlt 69 év. Köszönöm, hogy megtiszteltek. Mi köszönjük szépen. Kedves nézőink, az Arte 70 műsor sorozatunk két vendége Barta Boglárka és Knejfel Andrea volt. Természetesen ezt a műsort folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!